Stephen King, amerikai író, a jelenkor egyik legolvasottabb szerzője, a modern horror megalkotója, kinek 40-nél is több nyelvre lefordított művei több mint 400 millió példányban keltek el világszerte. Magyar névrokona, Király István viszont a Mogi Triatlon versenyzője, és az elmúlt hétvégén második helyen végzett a Szentendrei Skanzenban megrendezett Magyar Mezei Futó Bajnokság junior kategóriájában, amivel kvalifikálta magát az Európa Bajnokságra készülő válogatott csapatba. Mezei futóverseny volt, és részemről nagyon jól sikerült. Második lettem a junior korcsoportban, és ezzel biztosítottam a helyemet a válogatottba, és december 9-én a mezei EB-n fogok indulni Szentendrén. Mire veszed ezt komolyan? Gondolkozol-e a sportágváltásról? Nem gondolkozok a sportágváltásról. Most az alapozás elején egy kis felpörgetésnek mondanám. A Mogyi eset tulajdonképpen triatlon csapat, éppen ezért is óriási dolog István sikere, valamint Faldom Gáboré, aki a felnőttek között lett harmadik, és ezzel ő is készülhet a Szentendrei EB-re. Az országos bajnokságon harmadik helyezett lettem, és ezzel most kvalifikáltam magam a ugyanígy a Szentendrei Skanzenben rendezendő Európa bajnokságra, mezei Európa bajnokságra. A pálya az nagyjából ugyanaz lesz, úgyhogy nagy meglepetés nem fog érni. A pályát tekintve, a mezőny az viszont szerintem lényegesen erősebb lesz, szóval megpróbálunk azért helytállni. Nem készültem föl rá, szóval nagyon meglepett a dolog, de nagyon örülök neki, meg ez azért egy jó előjel a következő évvel kapcsolatban, hogy most kezdtük az alapozást, és már most nincsen, vagy egész jó forma van, szóval reméljük ennél csak jobb lesz. Mennyivel más ez a sportág? Például tudod használni a triatlonos magyar válogatott melegítődet, vagy újat kell húzzá? Elvileg kapunk újat használatra. Nem tudom, még nem láttam, hogy milyen lesz, miben különbözik a másiktól. Igazándiból jó lenne egy állandó triatlonba is szerezni, ugyanis ez a visszaadós rendszer van. Talán ez lesz egy olyan, amit meg is tartatunk. Bronzéremmel az EB-n is elégedett lennél? Mindenféleképp. Visszatérve a melegítőre, hogyha 1-8-ban vagyunk, akkor megtarthatjuk, de azért a mezőn tekintve szerintem ez nem reális. Túl sokat nem tudok az Európa-bajnokságról, még soha nem indultam. Minden jobb szereplés a célom. Mivel az Európa-bajnokság egybeesik a Mogyisok évadzáró bankettjával, így a két fiatal az idei évben lemarad erről a mulatságról, de így legalább nem tudják leenni esetleges új válogatott melegítőjüket, ami persze csak akkor lehetne realitás, ha az első 8-ba végeznek.